Négy napon keresztül négy sportágban 88 csapat, 1008 versenyzője küzdött Nyíregyházán és Kisvárdán a diákolimpiai érmekért. A negyedik korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőjében az általános iskolák 7.-8. osztályos tanulói léptek pályára. Kézilabdában, kosárlabdában, labdarúgásban és röplabdában, a fiú röplabda kivételével mind a fiúknál, mind a lányoknál ott voltak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviselői. A szervező megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint a rendezéssel is elégedettek voltak a részvevők. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is teszem, hogy kitett magáért, mint szervező megye. Büszkék vagyunk arra, hogy úgy tudtuk vendégül látni ezeket a csapatokat, hogy biztosan meg tudtuk mutatni azokat a szépségeket, amelyekre büszkék vagyunk. És abban is biztos vagyok, hogy ezért olyan sportsikerekkel, olyan sportélményekkel gazdagodtak, és olyan baráti kapcsolatok kötődtek, amely tovább erősíti a megyék közötti kapcsolatokat is. És hát abban annak pedig külön örülünk, hogy azért, mint szervező megye, a megyében szereplő és induló csapatok, akik kivívták a jogot, hogy az országos döntőben megmutassák magukat, ők egész jól szerepeltek, és hát még arra is van esélyünk jelenleg, hogy egy aranyérmet is szerzünk majd röplabdában, hiszen a döntő még hátra van, a Móricz röplabdás lányai, bízom benne, hogy a tavalyi sikert meg tudják ismételni, nagyon fognak mi szurkolni, emellett pedig egy bronzérem már biztosan a zsebünkben van, hiszen a pátrahai általános iskola futballcsapata, fiú futballcsapata a bronzmeccsen diadalmaskodott, így újra éremmel távozunk majd mi is, vagy újabb érmeket tartunk itt, hol aztán ez pontosabb megfogalmazás ezen az országos diákolimpiai döntőn. A Móricz a döntőben 3-2-es vereséget szenvedett Székesfehérvári ellenfelétől, így Moravszky Gyuláné együttese a második helyen végzett. A pátrahai focisták mellett a Tiszavasvári általános iskola fiú kézilabdázói is bronzéremmel zárták a diákolimpiai döntőt.